Sok szeretettel köszöntünk a Nyersség YouTube csatornán. Most ért véget a Vegán Fitness alapok. Zsuzsival volt egy kötetlen beszélgetés a vendégekkel, és utána egy kóstolóval. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy ennyien eljöttek, és hogy ennyire nyitottak az emberek. Igen, ezúttal is köszönjük neki. Arra gondoltuk, hogy pár percben így egy kicsit azért mesélünk, hogy milyen volt ez a rendezvény, illetve így pár mondatban, hogyha magadról, illetve a munkásságodról is mesélnél. Győrösi Vilos Zsuzsanna vagyok, fitness edző, személy edző és csoportos edző, anyuka és feleség, és másfél év lassan már vegán, és követem a növényen. A mai este mi volt a talán a legfontosabb üzenetet, illetve mik voltak azok a kérdések, hogy mi volt az az irány, ami legjobban érdekelt? Hát ugye elsősorban a fogyás volt ugye a fő téma, hát igen, az örökzöld. Meg egyébként kíváncsiak voltak az emberek arra, hogy mégis hogyan lehet a hétköznapokban átvinni ezt az egészet, mert ugye elmélettel azt már nagyjából mindenki tudta, de hogy mégis ugye a hétköznapokon, hogy mégis mi az, amiket lehet tenni, meg ugye a fehérjebevitel is ugye téma volt. Illetve mi az a belső motivált állapot, amivel elérhetjük a kitűzött célt. Te is csináltál versenyfelkészülést, már így növényi táplálkozással is. Egy-két mondatban, ha ezt összefoglalnád, esetleg a nézőink is kíváncsiak erre, mert általában azért ezt mindenki tudja, hogy fitness vagy testépítés kategóriában a versenyfelkészülés elég hardcore tud lenni. Te ezt hogy oldottad meg? Egyébként akkor már ugye több hónapja voltam vegán, tehát már azért ki volt alakulva egy ilyen kis rendszer, hogy mégis miket eszek, ugye mik azok az ízek, textúrák, amiket szeretek, és hát ezt kellett átalakítani ugye egy versenydiétává. Egyébként ugyanaz az elv, ami a vegyes táplálkozásnál, tehát magasabb fehérje, alacsonyabb szénhidrát és zsír, igazából ennyi. És akkor ezen belül meg ugye azokat az ízeket, amiket szeretek, meg hát ugye az edzés az egy teljesen más része a dolognak. És te végül is, mint személyedző, a hétköznapjaid is ezzel telnek. Hol lehet, milyen közösségi csatorna oldalakon megtalálni téged, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését? A Facebookon és az Instagramon egyaránt megtalálható vagyok, Győrösi Vilos Zsuzsanna néven, úgyhogy kérdésekkel kereshetnek, hogyha nem túl összetett, vagy akár összetettebb? Összetettebb kérdésekkel is, igen, étrendírással is foglalkozom, úgyhogy táplálkozási tanácsadással, személyedzéssel, csoportos órák tartásával, úgyhogy széles a paletta. Remek, akkor edzésre fel, velem pedig Nyersség YouTube csatorna, Instagram és Facebook oldalon is. Hát kívánunk nektek csodás és boldog életet, formás testben és sok finom színes növényi ételt. Sziasztok! Sziasztok!